József Attila mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig megállva. Mikor kokosárral ment fel a padlásra, ment serényem. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szídott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva kerintek, szálltak a magasban. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő, szürke haja lebben az égen, a kékítőt old égvizében. Van 20 aranylova, de azért nem lovon hozzák a suliba. Kertjükben a fal, igaz gyöngyöt terem, szekrényükben csoki cukor, töménytelem. A falból zene szól náluk, ezt szeretik, táncol pörög forog, ét, nappal mindegyik. Remek kérlek, hogy fogd meg. Külön választottuk az első-második osztályt, és a harmadik-negyedik osztályt, illetve a felsősöket is hozzájuk raktuk. És osztottunk még 3 külön díjat is. Most azt nézem, hogy úgy van, hogy a harmadik-negyedikesekkel fogjuk kezdeni. Izgultok? Nagyon-nagyon. Egyből a harmadik-negyedikesek között nem tudtunk egyértelmű harmadik helyet hirdetni, úgyhogy 2 darab harmadik helyezés született. László Dorka. Majd az okleveleteket, igen, és akkor ott meg majd az ajándékot is. És fordulj meg, légy szíves, mutasd az okleveledet. Ez az. Köszönöm. Jó, és az ajándékot is. Ballába beakadt egy icipici csipkebokor aljába. Apróltom is, szúr is, döf is, kis lábát elvágta. Így 99-re lett, már a 100-as felváltva. Nem segített szegénye, sem olyan, sem ilyen szer. De hát azért eltogyok még 99-re. Juhász Magda fürödni kezd. Óránk alig ütött hetet, anyu már is sürgetni kezd. Fürödni kell, aztán ágyba, holnap mész az iskolába. Aludni kell, ezt megértem. De fürödni? Minek nékem? Holnap úgyis piszkos leszek. Anyu ebből mégsem enged. A játéknak vége mára, s dugnak már is be a kárba. Hideg a víz, most meg meleg, szappan csípi a szememet. Kiabálnék, van már jogom, de félek, hogy jön a pofon. Született még egy harmadik helyezetünk, Pirinyi Patrik. Második helyezett lett ezen a mai napon Hajdu Kristóf. Azt hallom, van valami kavarodás? Te másodikos vagy, akkor bekerültél ide. Vagy elsős. Ó, csillagom! Itt a kis szék, lépj csak ide, fürkén törölem kezed. Aztán felkap a hátára, így indulunk a szobába. A nyakába kapaszkodom, s közben egyre mondogatom, hogy fürödni felesleges, holnap úgyis piszkos leszek.